Nem elég lekaszállni, tövestül kell kihúznia a parlakfővet annak, aki hosszú távon szabadulna ettől a gyomtól. Mérettől függetlenül egy tőért, egy forint értékű szolgáltatási utalványt ad a Nyíregyházi Városüzemeltetés, ehhez azonban minimum 50 gyökeres gyomot kell leadni a parlakfűért virág elnevezésű akció keretében. A kampányban minden Nyíregyházi lakcímkártyával rendelkező városlakó részt vehet. Nagyon fontos, hogy a parlakfűet Tövestő húzzák ki, csak így vesszük át a Tüzér utcai telephelyünkön reggel 8 órától 16 óráig, pénteken pedig 8-13 óráig. Azért fontos, hogy gyökerestő húzzuk ki, hogy így végképp el tudjuk pusztítani ezt a parlagfüvet, és biztatnánk a városlakókat, hogy minél többen vegyenek részt ebben az akcióban így is segíteni azokon az embertársainkon, akik érzékenyek a parlagfű pollennyére. Az utalványokat kizárólag a megadott helyszíneken lehet beváltani december 31-éig, az erről szóló információkat pedig a honlapon is meg lehet tekinteni. Az önkormányzat és a városüzemeltetés közös városszépítő akciója több évtizedes múltra tekint vissza, a tapasztalatok alapján pedig népszerű a nyíregyháziak körében. Az előző évben több mint 150 ezer parlagfüvet gyűjtettünk be, reméljük, hogy ebben az évben ez a szám nagyobb lesz. Most a parlagfűre az időjárás nagyon kedvező volt, ezért hamarabb kezdődik a virágzás, ezért is indítottuk most, a, most az akciónkat. A gyomnövény elsősorban azokon a területeken terjed, amelyek nem állnak művelés alatt. Csírázásának fő időszaka március végétől május elejéig tart, május végétől pedig kezdődik az intenzív növekedési szakasz. A parlagfű pollen koncentrációja a szakemberek szerint július utolsó hétvégéjén már több helyen is elérheti a tüneteket okozó szintet. A szezon előre láthatólag erős lesz, tetőzése augusztus végén, szeptember elején várható.